Új műfüves pálya Karcagon, francia ízek a lovagudvarban, a bereki gyógyvíz a nagykunság aranya, útburkolat javítása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Sporttörténelmi pillanatnak nevezte a műfüves focipálya július 11-i átadását Dobos László karcagváros polgármestere. A városfejlesztési beruházás 27 millió forintos önkormányzati és 138 milliós TAO támogatással megépült. Az ünnepségen részt vett Marosvári Csaba, a Megyei Labdarúgó Szövetség társadalmi elnöke, Varga Zsolt László, az MLS Jász-Nagykun-Szolnok megye igazgatóságának igazgatója, Gyökeres Sándor, a Szent Annai Középiskola igazgatója, Szendrei József, karcagi születésű, többszörös magyar válogatott labdarúgó. Van egy olyan mondás, hogy a célom az, hogy a napba jussak, de hogyha csak a holdig jutok, akkor azzal is meg leszek elégedve. És egy nagyon fontos dolog, én azt hiszem, hogy esetleg a pályafutása végén, vagy a pályafutása alatt is egy nagyon fontos és megszívlelendő tanácsot mondhatok nekik, hogy mindig tudjanak a tükörbe nézni. Mindig szembe tudjanak nézni magukkal, hogy én elkövettem mindent. Az, hogy most nem jutottam el hova, az már egy részletkérdés, de ők mindig szembe tudjanak magukkal nézni, hogy ők mindent elkövettek azért, hogy elérjék a céljukat. Karcag és a megye egyik legjobb sportcélú beruházását adjuk ma át. Hasonló műfüves labdarúgó pálya a környéken nincs, így bízom benne, hogy be fogja tölteni azt a célt, amit megszabtunk, hogy az évszaktól, időjárástól, napszaktól függetlenül folyamatosan lehet itt sportolni, edzeni, a szabadidőt hasznosan eltölteni, mondta avató beszédében dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi minisztere, a KSE elnöke. A 27 millió forintos önkormányzati és 138 millió forintos TAO támogatással megépült világszínvonalú pályát a KSE ki tudja használni, hiszen a 800 sportolójából 187 a labdarúgó, így az utánpótlás biztosított. 800 sportoló van a Karcagi Sportegyesületben, a rendezvényeket még többen látogatják, és a futballban kisebb, nagyobb korosztályokban mintegy 185-en vannak, és nagyon sok tényleg az idősebb korosztály, szenior játékosok köré is, akik a intézményekben tartó tornatermeket, iskolaudvarokat ilyenkor nyáron is igénybe veszik, hát a számukra is egy lehetőség, és arra számítom, hogy Kisújszállás, Kunmadaras, a környékbeli kisebb települések, Kenderes, Bucsa, Észak-Békés megye települései fogják majd látogatni ezt a pályát, és hát szeretném, hogy minél több torna is kerüljön majd itt megrendezésre. Ez a műfüves nagypálya további lehetőségeket biztosít a sportolóinknak, de a versenysporton kívül az iskolai és a tömegsport számára is, hangsúlyozta Dobos László karcagváros polgármestere, aki akkor lenne a legboldogabb, ha a pálya mindig tele lenne sportolni vágyó fiatalokkal, idősebbekkel. Kívánom, hogy sok olyan tehetséges sportoló kerüljön ki erről a pályáról, mint Szendrei Józsi, aki bábáskodott a fölött is, hogy az UTEMA itt vendégszerepeljen, mondta a városvezető, aki megerősítette, hogy a pálya mellé a későbbiekben megépül a kiszolgáló rész is. Természetesen nagyon sokokból készült el ez a pálya. Elsősorban a labdarúgó szakosztályban dolgozó, edződő, körülbelül 200 fiatalnak ad sportolási lehetőséget, de ugyanígy biztosítva van a mozgás lehetősége a középiskola tanulói számára, és nyilvánvalóan a tömegsport részére is kell helyet biztosítani ezen a területen. Függetlenül az időjárástól, hát természetesen használhatatlan a pálya, akkor már a benti füves pálya, akkor ezen a pályán könnyedén lehet játszani a bajnoki mérkőzéseket. A szalagátvágás után a pályát a KSE és az UTE játékosainak barátságos mérkőzésével avatták fel, ahol a vendégek 8-0-ra győztek. Különleges est helyszíne volt a karcagi lovagudvar, ahol francia testvérvárosunkból érkezett delegáció. A vendégek a francia konyha gasztronómiai különlegességeibe kóstolhattak bele. Több mint 10 éves már a testvérvárosi kapcsolat Karcag és a franciaországi Longo között. A múlt hétvégén a Karcag testvérvárosaiért közalapítvány vezetője Elek Eszter meghívta a nagykunság fővárosába a francia település képviselőit,
hogy megnézhessék a kézi aratóversenyt. A látogatás részeként francia-magyar baráti estet is tartottak, ahol a Szent Annai Sámuel középiskolás diákok francia verseket adtak elő, a karcagi vonós négyes francia dallamokkal varázsolt el a vendégeket, Izbéki Tímea énekes pedig Edith Piaf dalokkal. A műsor után Rózsa Imre séf által készített francia ételeket kóstolhattak meg a meghívottak. Beregfürdői látogatásunk ideje alkalmával több üdülő vendéget is sikerült megkérdeznünk, hogy mi a véleményük a strandról, a községről, miért szeretnek ide járni. Többen elárulták, hogy nem csak gyógyulni járnak a településre. Nagy Csilla, Váraszói lakos, a napi több szabad kibejárást tartja számára legkedvezőbbnek, ami más strandokon elképzelhetetlen. Emellett a gyógyvíz, valamint a nyár folyamán megrendezésre kerülő programok széles választéka vonzák őket mindig ide Heves megyéből. Minden évben lejövünk, van úgy, hogy csak egy-egy napra, most 5 napra érkeztünk. Beregfürdő nagyon híres a gyógyvizéről. Mit hallottak erről, hogy milyen betegek látogassák elsősorban, tehát akik fürdőzzenek ebben a medencében? Izületi, reumás megbetegedésekre, meg egyébként szerintem mindenre jó. Az ajánlott időben való bentartózkodás. A strand területén belül lévő szolgáltatásokkal mennyire elégedettek? Maximálisan elégedettek vagyunk. Itt szoktak ebédelni, esetleg reggelizni, vacsorázni? Igen, most úgy jöttünk, hogy nem fogunk főzőcskézni, hanem itt teszünk. És a sör majdnem olcsó. Ja igen, és jó árban van a sör. Egyébként az árakkal mennyire elégedettek, igen. Elfogadható, jó árban vannak szerintem, megfizethető. Megfizethető, de ott mellettem mást mond az úriember, hogy minden drága. De szerintem komolyra fordítva a szót, megfizethető. Más strandokhoz képest mi Beregfürdő előnye? Hát ez nagy előny, hogy bejövök, és egy nap többször kimehetek. Tehát ilyen szerintem nincs. Ugyanazzal a belépővel, nagyon sok felé szoktunk járni, de ha egyszer kijövök egy strandról, de nem mehetek vissza. Itt annyiszor megyek ki, ahányszor akarok, tehát szálláshelyre is többször, ez nagyon jó. Másik az, hogy nincs az a zsúfoltság, mondjuk, mint Hajdúszoboszlón. Tehát aki pihenni akar, az inkább ide jöjjön. Német üdülő vendégei a strandra, bár külföldön élik a mindennapjaikat, de a nyarakat, mint bereki elszármazottak, mindig itt töltik el. Minden évben szoktunk eljönni, de Sarudon van egy házunk, egy ilyen üdülőház, és hát 4-5 hetet is szoktunk tölteni, és hát egy párszor el szoktunk jönni ide fürödni. Milyen szállás típust választanak? El szoktunk jönni reggel, és este visszamegyünk Sarudra. Ott a Tisztánál ott van nekünk egy kis üdülőházunk. Aludni nem szoktunk itt. Nagyon híres Beregfürdőnek a gyógyvize, a gyógyhatásáról ismerve, emiatt is látogatnak ide elsősorban. Van tapasztalatuk is ezzel kapcsolatban? Hát a férjem magyarul. Igen? De nem sokan. Hát a férjem nagyon szereti, mert problémája van, sokszor fáj neki a gerince, hátul válla, nagyon-nagyon szereti. És nagyon jó plac. Nagyon szeretem Beregfürdő, ez szép, tiszta, szép, nagyon szép. Milyen gyakran járnak Beregfürdőre? Hát nem gyakran. Tisza Dersen van, nyaralunk, inkább ott töltjük a szabad időnket. Mi miatt érkeztek mégis a mai napon a strandra? A gyerekeket hoztuk el strandolni. Mi az, ami ide látogatók, mint turisták vonzó Beregfürdőben, tehát akár a medencéket illetően, ugye nem olyan régen épült egy élménymedence, egy nagyon szép fedett medencetér is, vagy esetleg teljesen más a természet, a jó levegő? A jó levegő vonz ide minket erre a tájra, a gyerekek miatt a csúszdás medence, magunk miatt meg a gyógyvíz. Nagyon jól tud esni. Szepesi Tibor önkormányzati képviselővel készített helyszíni interjúnkból kiderül, hogy a kiskulcsosi városrészben több utcában útburkolati javítások vannak folyamatban, valamint nagyobb beruházások is lezajlottak. Szepesi Tiborral, a 7-es számú egyéni választókörzet önkormányzati képviselőjével beszélgetünk. Milyen munkálatok folynak most az önkörzetében?
Egész nyáron folytak a munkálatok, hiszen próbáltuk a környezetünket szebbé, jobbá varázsolni. Természetes, hogy nagyobb beruházásoknak is lehetőséget adott az idei nyár, és hát ahogy itt a hátam mögött is látszik, hogy az úttest elrongálódott szakaszai is jelen pillanatban kerülnek ki cserélésre, azok az aszfalt feltörések, elhasználódások, amelyek a hosszú hideg tél alatt ugye tönkre mentek, sajnos hogy elég sok helyen, hiszen nagyon hideg és nagyon csapadékos tel volt, most ezek az aszfalt részek kerülnek most kicserélésre. Elég sok helyen, hál' Istennek, lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy minden olyan aszfalt részt kicseréljen, megcsináljon, amely a szükségesét tesz, hogy biztonságosan lehessen közlekedni. Hány utcát érint most a felújítás? Szinte az összes utcát érinti. Én azt gondolom, hogy nincs olyan rész, ahogy mondtam, a hideg tél miatt, ahol ne lenne elhasználódott útburkolati rész. Tehát azt gondolom, hogy teljes egészében lefedi a körzetnek azon szakaszait, amelyet cserélni kell. Milyen nagyobb beruházás volt még itt az önkörzetében most az elmúlt időszakban? Ugye a legfontosabb és talán a legtöbb családot érinti az az óvoda beruházás, hiszen egy újabb csoportszobával bővült a szimóvoda. Én azt gondolom, hogy így olyan lehetőséget teremt az óvodai nevelésre, fejlesztésre, amely eddig ebben a körzetben nem valósulhatott meg. Nagyon nagy létszámú óvodáról van szó, és azt gondolom, hogy ezeknek a fiatal gyerekeknek, az itt élőknek, a fiatal házaspároknak további lehetőséget biztosít majd az óvoda működése. És hát volt egy másik nagy beruházás is, ahol a műfüves labdarúgó pálya épült. Ez nyilván nem csak a körzetnek ad további lehetőséget az itteni középiskolának és általános iskolának, hanem azt gondolom, hogy az egész városnak, a Városi Sportegyesületnek további lehetőségeket biztosít. Ön ugye itt lakik a körzetben, a lakosok hogyan viszonyulnak most itt a műfüves pálya elkészítési iránt, illetve hogy most ilyen munkálatok folynak a körzetben? A műfüves pályát izgatottan várják, én azt gondolom. Nagyon sok itt élővel beszélgettem a nap folyamán, ugye folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, megállítanak, megkérdezik még a további elképzeléseink. Ugye fejleszteni szeretnénk a továbbiakban is, tehát várható, hogy majd egy öltözőépület és a kiszolgáló létesítmények is megépülnek a pályához. Fölmerült ugye, hogy mi lesz a gyümölcsfák sorsa, szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy maradnak a gyümölcsfák, tehát nem kerül több gyümölcsfa kivágásra. Én azt gondolom, hogy azért ez a környezet, ami meghatározza a labdarúgó pályát, talán az országban nincs ehhez fogható. Ezt elmondta a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője is, hogy gyakorlatilag egy olyan szép környezetbe edzhetnek majd a labdarúgók, amely további inspirációt adhat számukra is. Tehát a gyümölcsfákhoz nem fogunk nyúlni. Körülbelül egy éve beszélgettünk itt önnel, akkor csatornatisztításokról volt szó, illetve új csatornát is építettek. Hogyan üzemelt most itt a nagy víz idején? Folyamatosan figyelni kell az árok hálózatot, a csapadékvíz elvezető hálózatot. Ugye a Sajó utcai nagyároknak a tisztítása, takarítása volt a tavalyi év egyik legnagyobb feladata, amely ebben az évben is folytatódott. Folytatni kell tovább, keresni kell azokat a lehetőségeket, azt gondolom, amelyek akár egy végleges megoldást is jelenthetnek. Gondolok itt arra, hogy majd betonelemekkel esetleg kibélelni az árok alját, hiszen bár jól működött ebben az évben, és nem voltak olyan fennakadások, mint az előző években, azért végleges megoldást mindenképp találni kell ezekre a problémákra. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!